helyi érték műsorfolyama már 7. év folyamában jár, de sajnos csak kevés lokálpatriótát, helyi történészt tudtunk bemutatni önöknek. Az albertfalvi Máté Robertet sokan pszichiáterként is ismerik, mi most nem nagyszerű orvosi karrierére, hanem inkább a közösségért is végzett, önzetlen kutató munkájára voltunk kíváncsiak. Az ősz, de otthonában még mindig aktívan dolgozó doktor levéltárakban gyűjt anyagot, az internet mélyére ás, régi fényképek, információk után kutat, és albertfalván biztos sokan tudják, neki köszönhetjük, hogy a Maunka házaspárt ábrázoló szobor hazatérhetett, köztérre kerülhetett. 1947-ben születtem, és rögtön albertfalvára kerültem vissza születésem után, és azóta is itt élek. A szüleim is albertfalván éltek, és én is általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem, itt kötődtem gyerekkorom óta az albertfalvi plebániához, középiskolát azt Budafokon végeztem, egyetemi éveim Pécsen teltek, de amikor nem tanulmányt folytattam, vagy nem sorkatona voltam, akkor itthon éltem. Alapvetően önt itt az albertfalviak úgy ismerik, mint egy olyan helytörténészt, aki segíti a múzeum munkáját, aki sokat van levéltárban, de hát mindenki tudja önről, hogy doktor is, mégpedig pszichiáter. Ezek szerint fiatal korában még nem fogalmazódott meg az érdeklődése a helytörténeti kutatások iránt, hogyha az orvosi pályát választotta. Érdekelt mindig a helyi történeti ritkaságok, az elbeszélések. Édesanyámtól Mahunka Imréről sokat hallottam. Az kisgyerekként is megmaradt, hogy annyit mondott, hogy jó anyagi körülmények között élő albertfalvi iparos volt, és tulajdonképpen ő építette a templomot. Ez volt az első gyerekkori emlékkép, és ez megmaradt. Miért lett mégis pszichiáter, az jobban érdekelte? Megítélésem szerint a pszichiátria a leghumánusabb orvosi tevékenység, és az egyik legösszetettebb emberi tevékenység a gondolkodás és a lelki élet összefüggéseit vizsgálja, és ennél szebbet nem tudtam elképzelni. A legelső feladat, hogy a pszichiátriai betegeket szeretni kell. Ez az első, és ha ez megvan, hogy szeretettel fordulunk és közelítünk a pszichiátriai esetek felé, soha, nekem a praxisomban soha nem adódott, hogy félnem kellett volna, pedig voltak akut esetek is. Nem szabad félni, szeretettel kell feléjük fordulni, és minden megoldható. Orvos csak szent alázattal lehet valaki. Ha ez hiányzik az emberből, akkor jobb, ha nem választja ezt a területet, mert vagy csalódik, vagy kiég idő előtt. Ha ez megvan, így is nagyon sok a nehézség, mert találkozunk léptennyomon az orvosi praxisban sok nehézséggel, de ha ez megvan, akkor tudjuk a nehézségeket kezelni. Nyugdíjas éveiben sem pihent meg, mint pszichiáter, ma is segíti az embereket. Ha jól tudom, akkor éppen itt, ahol mi most ülünk és beszélgetünk, ide szoktak jönni a kedves páciensek is. 2006-tól jöttem el nyugdíjba, de a privát rendelés az, ahogy lehetett magán rendelést nyitni, 91 óta van egy orvosi betéti társaságunk, és ott több szakma dolgozott együtt. Most már csak a pszichiátriát művelem, és itthon rendelek. És hát ebben a szép otthonban, ahol fogadja a pácienseket is, vannak szép bútorok, és talán ezeknek a bútoroknak köszönhető így áttételesen, hogy önből a pszichiáter orvos mellől előbújt a régi helytörténész. Amikor a vendégemet kikísértem, megjegyezte, hogy milyen szépek ezek a bútorok, és én menet közben említettem neki, hogy igen, szép bútorok, albertfalvi mester
munkája, nem tudom pontosan kié, de Albertfalván van egy nagyon nagy nevű, jó nevű asztalos mester, Mahunkának hívták a mestert, és azt mondta a történet, hogy Albertfalva az asztalos település volt, több mint 30 család, asztalos család élt itt, és az illető, amikor hallotta, hogy Mahunka neve kiváltott egy ilyen érdeklődést, azt válaszolta, hogy ezzel a névvel ő valahol találkozott, és ha hazamegy, utána néz ennek a történetnek. Hát kiderült, az illető az édesanyjával együtt kisgyerekkorában egy budai villába járt, és abba a villába állt a kertbe, a Mahunka villába, a Mahunka házaspár szobra. És hát ezt a feltevést megerősítette, és onnantól, mikor személyesen is meggyőződtem arról, hogy valóban ez az a mi Mahunkánk, hogy így fogalmazzak, akkor elindult a hivatalos menetrend. Beleznai igazgató úr is javasolta az itteni polgári és civil szervezetek, és kérvényt írtam az önkormányzathoz, és rövid 6 hónap alatt hihetetlen gyorsasággal sikerült elérni azt, hogy a Mahunka szobor hazakerüljön Albertfalvára. Nagyon nagy örömmel töltött el, hogy amit régen a szülőktől, szüleinktől, nagyszüleimtől hallottam, hogy a tárgyi bizonyítéka hazakerült. Ez egy nagyon nagy örömérzés. És látni azt, hogy mennyi, hány embernek okozott örömet, mert kimondott örömet láttam azok arcán, akik ott voltak, mindenki olyan, azt lehet mondani, hogy meghatódottsággal nézte a szobrot. Mert ennek van egy olyan üzenete, ezt érdemes közelről megnézni, azt a mélységes humánumot, azt a mélységes szeretetet, ahogy ez a két ember egymásra tekint ezen a szobron, és ezt az érzést Kisfaludy Stróbi fogalmazta meg úgy, hogy ez egy zseniális munka. A neves helytörténész bővelkedik az új tervekben. Igazi lokálpatrióta lelkesedését könnyen átadja másoknak is. Az önkormányzati képviselővel igen jó az együttműködés. Vannak elképzelések, tervek a jövőt illetően is, amit szeretnénk. A régi temető területén lévő emlékmű kiegészítése, és a tér, ami jelenleg névtelen. Ez javaslat, hogy lehetne Hősök tere, ez valamikor is az volt, és előkerült a első világháborús katonai emlékmű fényképe, mert maga a szobor, az emlékmű az a panel program kapcsán eltűnt. Nyoma sincs, nem tudjuk. És egy fényképet valaki föltett a netre, és itt találtam rá. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy viszont lehet látni ugyanazt, amire gyerekkoromban sokszor emlékeztem vissza. Az elmúlt évben volt Albertfalva templomának a 75. szentelési évfordulója, és az ünnepi megnyitó beszédet az igazgató úr után én folytattam, és én beszéltem. Ott az egyik tételben kitérünk arra, hogy 92-ben, amikor az általános Petőfi Általános Iskolából egyházi iskola lett, akkor az a részleg, ami most is a múzeum épülete, az önkormányzat és az Esztergom budapesti érseki hivatal kötött egy olyan 99 évre évig szóló képletes bérleti szerződést, ami hát reménnyel tölti el az albertfalviakat, hogy
ez a múzeum megmarad Albert falvának, hogy nem kerül esetleg olyan megoldás szóba, hogy múzeum megszűnne. Nagyon sok érték van ott felhalmozva, és igen sok munkája a vezetésnek, az igazgató úrnak, a munkatársainak, nem beszélve az Albert Favi diákok és ismerősök, akik ezt a nagy értéket összegyűjtötték, vagy sikerült összeszedni nekik. Mivel foglalkozott eddig, milyen kutatásokon dolgozik most, ami helytörténeti jellegű? Az eddigi, ami már látszik, az 2014-ben az első temető helyén fölállított első és második világháborús hősi emlékmű, és az abba a temetőbe nyugvóknak is az emlékére szolgáló emlékhely. Az elmúlt évben a 75. A templomszentelés 75. évfordulóján záró mondatként elhangzott, hogy szeretném megalakítani a Albert Falvi lokál patrióta és faluszépítő egyesületet. Ha ez sikerül létrehozni, az megint egy felülettel több, hogy a helyi érdekeket, az emberek elképzeléseit, a lokálpatrióták gondolatait, a múlttal kapcsolatos lehetőségeket az önkormányzat felé lehessen közvetlen képviselettel is eljuttatni. Habár eddig minden olyan együttműködés, amit a mi önkormányzati képviselőnk, Farkas Krisztina eddig az ügyekben tett, nagyon jó az együttműködés, napi kapcsolatban van a választóival, neten lehet követni. A lakók, akik őhozzá az ő területére tartoznak, hétköznapi ügyeikkel is megkeresik, legyen az a zöld hulladék, legyen az útfelületi hiba elhárítás, tömegközlekedés, kresszváltozás, mindenre reagál, mindenre van válasza. Szeretnénk, hogyha Albert Hercegnek egy mellszobrot tudnánk állítatni. Most abból a szempontból is időszerű lenne, hogy az első írásos nyom, ami még nem Albert Falva néven, de szerepel, azt Albert Herceg, a fehérvári püspökség felé kezdeményező levélbeli megkeresése volt az akkori főpásztorhoz, hogy ez a terület, amit annak idején Pacsirtaföldnek hívtak, milyen lehetőségekkel bír. Albert Falva határát a panelprogram előtt egy úgy mondom, hogy a falu végét jelző kőkereszt határolta, ami a keserű patak most be van fedve annak, és a nyéki úszoda vonalába volt. Ez is a 70-es évekig megvolt. Átmentették, és most az üres az a terület. Hát ezt szeretnénk, hogyha a legközelebbi ben lehetőség nyílna arra, hogy ott egy ilyen falut jelző, Albert Falva határát jelző kőkeresztet lehetne állítatni. Sikerült-e a mai fiatalokban felkelteni az érdeklődést, hogy miért jó lokálpatriótának lenni? Ez is az elképzelések között van. Az a tervem, hogy szót kell adni, illetve lehetőséget, hogy az iskolába akár osztályfőnöki órák keretén belül legyen egy arra fordított szabad felhasználású tanóra, ahol a lokálpatrióták tarthatnak egy helybeli beszámolót, hogy az ifjúság tudja értékelni azt, amit mi tettünk. Mert a maiaknak nem biztos, hogy Mahunka Imre annyit mond, mint nekünk. A hősi emlékmű, nem tudom, hogy megmozgat-e emóciókat a mai gyerekekbe, ezt éberen kell tartani, és az irányba terelni az ifjúságot, hogy a helyi értékeket azt továbbra is tartsa szem előtt, és valaki átvegye a stafétát.